Az idén is megrendezték az EGRI borvidéki borversenyt, immár 25. alkalommal. A bírálaton a Szent Andrea szőlőbirtok 3 kategóriában is elhozta az aranyérmet. A zsűrik ezúttal egy új informatikai rendszer segítségével tehették le voksaikat. A borversenyen Zilahi Zoltán, a Magyar Borakadémia elnöke kalauzolta stábunkat. Új célok, új döntések, amit egy ilyen versenynek a tapasztalatai tudnak alátámasztani. Ugye egy szép nyugodt teremben, 6 bizottságban csoportosítva helyi borvidéken meghatározó borászok bírálják a borokat. A borokat előző nap hozták ide a szervezők, minden bor optimális hőmérséklete került beütésre, és egy megadott sorrend szerint megfelelő csoportokban bírálják a bírálók, így bizottságunként. Egy számítógépes rendszer segíti a munkáját a bírálóknak, ez egy nemzetközi versenyekre is használt rendszer. Magyarországon a Vinagúrral nemzetközi borverseny is ugyanezzel a programmal dolgozik. Egy ilyen számítógépes bírálói rendszernek az a lényege, az a haszna, hogy leveszi a adminisztráció terhét a bírálók válláról, csak a borra tudnak fókuszálni, mert minden adat, minden adminisztráció a gépen fut automatikusan. A háttérben meg az az előnye, hogy nagyon gyorsan születnek meg az eredmények, nincs emberi tévedés, nincs számolási hiba, nincs fölcserélt minta, tehát ilyen szempontból egy még nagyobb biztonság, még nagyobb garancia a hibátlan munkára egy ilyen program. 34 borászat nevezett, és 190 körüli mintaszám, amit majd bírálnak a bizottságokban. Azért is van több bizottság, mert egy ember egy délelőtt, egy nap alatt nem nagyon kóstol meg többet 35-40 mintánál. Sőt, a nemzetközi szabályok tiltják is, hogy 45-50 mintánál több legyen egy napra egy bírálónak. Tehát így akkor szét kellett osztani több felé a nevezett mintákat. Itt most 6 felé osztották szét. Ez egy nagyon jó, egy ideális helyzet, mert 31-néhány minta, 30-34 mintát bírálnak maximálisan egy délelőtt a bírálók. A délelőttet is hangsúlyozom, mert a borbírálatok időpontja mindig délelőtt. Nagyon-nagyon kivételes esetben bírálnak délután, ugyanis a délelőtti időszakban a szájunk, az orrunk érzékenyebb, mint délután. Tehát a jó bírálati körülményhez hozzátartozik, hogy a bíráló is a legjobb formájában tudjon bírálni, és az egy fiziológiai helyzet, hogy igen, délelőtt érzékenyebbek az érzékszerveink. Ő az elnök úr, Gromon Tamás, ő neki kitöltötte a felszolgabort, és aztán tölti szépen a többi bírálónak. Az elnök úr megnézi először, beleszagol, hogyha valami problémát talál, akkor esetleg egy új palackot kér, de ha nem, akkor elindítja a bírálatot, megkapja minden bíráló a bort, és van egy úgynevezett 100 pontos bírálati lap, ezt mutatja a képernyője a tabletnek. És ezen egy sok tényezőből álló szempontrendszer szerint tételesen végigbírálják a bornak a tisztaságát, a színét, az illatát, de az illatát sem csak úgy, na, milyen az illat, hanem milyen az illat tisztaság, az illat intenzitása, milyen az illat finomsága, ezekre mindre pontot ad a bíráló. Úgy egy pontot, hogy ott bejelöli a kis rubrikába, hogy az most kiváló, nagyon jó, vagy átlagos, vagy nem megfelelő, ilyen kategóriákba kell megminősíteni ezeket a szempontokat. És akkor a bírálók megszagolták a bort, akkor ezt lepontozzák, akkor szájukba veszik, megkóstolják, és akkor nézik az illat, utána az íznek a tisztaságát, az íznek az intenzitását, mennyire intenzívek, gazdagok az ízek minősége, és van egy úgynevezett tartóság, persistence, tehát a tartóság, milyen hosszú a bor, és ugye a legfontosabb a végén, ami az összbenyomás, a harmónia, a borban az egyensúly megléte, amit a bíráló még mérlegre tesz, és akkor ezeket szépen így értékelik a bírálók, és amikor az összes szempont szerint bíráltak, akkor kijön egy eredmény, egy pontszám. Ugye ez egy 100 pontos bírálati rendszer, itt a maximum 100 pont lehet, a legkevesebb ugye elvileg nulla, de gyakorlatilag az érmes borok azok a 80 és 100 pont közötti tartományban vannak. Egy bizottság a szokásos fehérborokat, tehát a megszokott fehérborokat bírálja,
és van két külön bizottság, az egyikben az egri csillagborok kerültek egymás mellé, és a harmadikban pedig a debrüjásra belül borok. Ennek az van a hátterében, azért a szervezők azért csinálták, kiszervezték így, mert az segít a borok elbírálásánál, hogyha nagyjából hasonló, egy kategóriába tartozó borokat bírálunk, tehát, és ők valószínűleg tudják is, hogy ők egri csillagborokat kóstolnak, és akkor ők tudják, hogy na mit kell elvárni egy egri csillagtól, és ahhoz mérten bírálnak, ahhoz viszonyítva bontozzák a borokat, és így akkor valóban egy nagyon objektív kép rajzolódik ki arról, hogy most itt az ide benevezett egri csillagok között melyik, amelyek a legsikeresebbek, legjobbak, legtöbbet érnek, és mik, amelyek kevésbé felelnek meg az itteni ítészeknek az ízlésének. De ezek az itteni ítészek az itteni termelők, tehát igazából egy nagyon komoly szakmai kontroll, ez egy szakmai műhely munka is, egy ilyen verseny. Magyarországon a borvidéki borversenyek díjazott, aranyéremmel díjazott borai számára általában az országos borversenyen adnak kedvezményt a részvételre. Sok esetben ingyenesen, vagy nagyon-nagyon jutányosan kerülhetnek föl, ezzel inspirálva, hogy az országos borversenyre azok a borok kerüljenek benevezésre, amelyek már egy borvidéki megméretetésen jól szerepeltek. Tehát ilyen módon a kérdésére válasz az, hogy igen, van felmenőrendszer is, ugyan nem hivatalosan, nem egy verseny felmenőrendszerű országos versenyez, de mégis vannak ilyen elemei az országos versenynek, hogy merít felmenőrendszer módján, merít a borvidéki borversenyek legjobb boraiból, és ilyen módon már egy országos borversenyen szerzett érem, az már egy országos borverseny esetében országos kommunikáció, országos nyilvánosságot teremt, és hogyha egy nemzetközi borversenyre megy egy termelő, egy Vinavórára Magyarországon, vagy egy párizsi borversenyre, vagy egy madridira, akkor meg az adott ország, meg a nemzetközi piac számára is kinyílik a borról a világ, és ezek a borok ilyen szinten is akkor nyilvánossághoz tudnak jutni.